Sziasztok, ma bejöttem apának segíteni, és egy partikaját fog elkészíteni, ami nagyon finom, és szeretnék én is enni belőle. És mi ez az étel, amit csinálni fogunk? Egy hardudacskás hot dog. Bizony, sajtmártással, és hogyha szerencsénk van, még a kiflit is mi fogjuk készíteni hozzá. Kezdjük a tészta bedagasztásával, a tálba tegyük bele minden hozzávalót. Legyen így. Akkor először a lisztet szórd bele, légy szíves ebbe a tálba. Tudod, a tálat nem dobjuk bele, csak a lisztet. Szuper, benne van az összes. Mehet bele ez a vaj. Szuper. Te nagyon ügyes tojástörő vagy, úgyhogy egy tojást is üssél bele, légy szíves, ebbe a tálba, jó? Azt nem tesszük bele az egészet, mert csak egy fél tojást fogunk belerakni. Ide üssük föl a tojást. Szuper, most egy villával verd föl a tojást, légy szíves. Azaz. És most figyelj, nagyon-nagyon-nagyon kell figyelned, mert csak a felét kell ide beleönteni, jó? Úgyhogy ne önts bele az összeset. Csak a felét. Jó! Szuper! Most tegyél légy szíves egy teáskanál cukrot ide bele, az úgy tökéletes. Jó, mehet bele a tej. Nagyon jó, egy pici vizet is rakunk hozzá. Na és most jöhet a varázsszer, amitől megnő a tészta, az pedig micsoda? Az élesztő! Ez az, abból is egy teáskanálnyit rakjál bele, léci. A sót pedig csak akkor fogjuk belerakni, amikor már így nagyjából összeállt a tészta. Most betesszük a dagasztógépbe és bedagasztjuk. Na, szerinted most már mehet bele a só? Igen. Jó, akkor szórjuk bele. Most ebbe a tálba egy nagyon pici olajat öntsél, léci. Ezt apa elkeni, akkor szépen belerakjuk a tésztát. Azaz! Na, csak megadta magát ez a tészta. Úgy picit formázd meg, hogy vigyünk bele egy pici levegőt. Így a széleit nézd, a csípt föl, hogy egy szép gömböt kapjunk. Szépen ott még tűrd be a kilógó tésztát, alulra. Úgy. Ez a beszéd. Lefedjük, és akkor hagyjuk egy órát pihenni. A tészta szerintem most már így jó is. Egy picit liszteszt ki a deszkát, léci, és most így a kezeddel szépen oszlasd el. Úgy. Na most ide rakjuk a tésztát, és akkor apa 6 egyenlő részre fogja vágni. Így a formázásban segíthetsz, így csipked föl a tésztát, hogy ilyen szép gombóc legyen, és akkor az utolsó kettőt azt te fogod formázni, jó? Úgy. Azaz, mint a hógolyót. Topsi. Topa, ezek így zsemlék lesznek. Ebben igazad van, de ki fogjuk nyújtani, és kiflit fogunk formázni belőle. Nagyszerű, és akkor apa csinál egy kiflit, jó? Picit így kilapogatjuk. Egy palacsinta. Palacsinta, végül is igen. Akkor most ezt szépen szorosan föl kell tekerni. Jó, és akkor most szépen ezt tekert föl jó szorosra, jó? Jó. Szuper, és a végeit pedig az ujjaddal, az úgy már jó, fölment. Bár mondod, hogy föl. Igazod. Jó, akkor most, hogy így fönt van a kifli, most így a végeit. A végeit tűrd be, légy szíves, lisztes arcú. Pékek nem néznek így ki egy hét után. Kac, na, jöhet. Kac, kukac. Te vagy egy kac, kukac. Na, inkább azt mondanak, hogy ezzel most mit fogunk csinálni, te? Letakarjuk fóliával, és 45 percet félre rakjuk. Így van. Apa, és most a sajtmártás fog következni? Bizony, a sajtmártást fogom megcsinálni most. De az hogy készül? Az úgy készül, hogy egy pici vajat fölolvasztok ebbe a gyorsforralóba, teszek hozzá egy pici lisztet, felöntöm a tejjel, és beleteszem a lereszelt sajtot. És akkor ízesítjük pici sóval, meg ki mit szeret bele. Jó, de mi most csak sót fogunk belerakni. Kis tésztáknak ennyi idő elég is volt, most lekenjük őket tojással, és betesszük a 180 fokos sütőbe. De apa, te olyan feledékeny vagy, állítsunk órát, mert nem szeretném, hogy odaégjen. Jó, ebben igazad van, 20 percre állítsd be, légy szíves. Jó.
akkor süsd ki a harudakat, és állítsuk össze a hotdogot. Jó, oké. Apa, jöhet a tita, megsült a hotdog kifli. Sülhetett volna még egy 5 percet. És most apa összerakja a hotdogot. Ahogy elnézem a srácokat, ez jól sikerült. Ha tetszett a videó és a recept, iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket mindenhol, Facebookon, Instagramon, ahol csak lehet, kivéve az utcán, találkozunk még. Sziasztok! Sziasztok! Hello! A receptet az Igló Harudak támogatták.